Sepsiszentgyörgyön kezdte el a negyedik, a nemzeti kisebbségek kulturális és épített örökségét bemutató körútját az Etnikum közi kapcsolatok hivatala. Az újságírók számára szervezett projekten az eddigi évekhez hasonlóan kollégáink is részt vesznek. Ezek az újságírók Románia különböző pontjairól érkeztek Sepsiszentgyörgyre. A református vártemplom történetét, az itt élő közösség múltját és jelenét érdeklődve hallgatják. A negyedik kiadás helyszíne Székelyföld, pontosabban Hargita és Kovászna megye. A városok, amelyeket meglátogatunk, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Gyergyószent Miklós és Székelyudvarhely, érintve kisebb településeket, mint például Olasztelek is, és ezekben a településekben mutatjuk be a székelység kulturális és épített örökségét. A résztvevők számára, akik ugye többnyire újságírók vagy média szakemberek. A román újságírók számára a javarészt ismeretlenek a helyszínek és a bemutatott örökség. Ők olvasóik, nézőik felé továbbítják benyomásaikat. Minden résztvevő örült annak, és mi szervezők is, hogy olyan különleges helyekre sikerült eljutnunk, és olyan kulturális örökségeket ismerhettünk meg, amelyekről vajmi keveset tudunk, és amelyeket másképp nem lett volna lehetőségünk megismerni. Ugyanakkor a magyar szakmabeliek számára is nyújt újdonságokat a terep. Azért tartom jónak ezt a projektet, mert egy kisebbségi közegben magam is kisebbségiként más olyan kisebbségeket ismerhetek meg, akikről mondjuk hallomásból tudok, de mondjuk napi érintkezésem nincs velük, így nincsen pontos és precíz információm. A székelyföldi körút október 7-én ér véget. A szervezők már a folytatást is tervezik, jövőre minden valószínűséggel a 100 települések felfedezését tűzik ki célul.